Női fitness sikerek karcagról, növekszik az illetményük, beteg kislány gyógyulására gyűjtenek, Jászku nevét. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2019. november 25-én 18 óra 5 perckor. 4 éve már felnőtt fejjel kezdett el testépítéssel foglalkozni a karcagi Gönci Barbara. A napokban Zalaegerszegről, az IMBA Elite Tour Hungary versenyről bronzéremmel tért haza. Az edzés, a felkészülés sok lemondással jár a fiatal lány számára, de ezt vállalta, s mára a sikerek is jönnek. Gönci Barbara gyerekként igencsak vékonyka kislány volt, majd felnőttként testépítéssel kezdett el foglalkozni, miután befejezett egy saját testsúly edzésprogramot. Mi 2015-ben, ami ugye nem most volt már mostanában, akkor elkezdtem csinálni egy 12 hetes otthon végezhető saját testsúlyos edzésprogramot, és ugye az edzésprogramnak a lejárt a végén, tovább szerettem volna vinni ezt a vonalat, és ugye sokaknak a tanácsára elkezdtem a konditerembe járni. Láttam a testemen, hogy átalakultam, és nyilván, mint ugye a legtöbb ember ilyenkor, szeretne jobb és jobb lenni. És tulajdonképpen azért is kezdtem el a versenyzést, mert szerettem volna, hogyha ennek az egésznek van valami motivációja, és ne azt érezzem, hogy szinte csak muszájból járok le, hanem hogy szeressem ezt az egészet, és hogy legyen valami cél. Borzasztóan elégedett vagyok magammal, főleg ahogy ugye te is elmondtad, hogy a gyerekkori testalkatom, és ugye a genetikámnak köszönhetően azért én az egyik véglet vagyok, hogy azért rám egy kicsit nehezebb pakolni, úgyhogy én azt mondhatom, hogy most van mit javítani, de most nagyon elégedett vagyok magammal. Mint a legtöbb ember, szeretett volna jobb és jobb lenni. Ezért is kezdte el a versenyzést, ahol egyre sikeresebb, ami az edzések mellett a tudatos étkezésnek és támogató családjának is köszönhető. Azt tanultam meg ettől a versenytől, hogy ez egy az egy a lényeg, hogy nagyon jól érezzük magunkat. Mert amikor már fönt vagyunk a színpadon, akkor tulajdonképpen már nem tudunk semmit sem változtatni, nem lesz izmosabb a karunk, nem lesz szélesebb a hátunk, hanem ilyenkor már csak élvezni kell az egészet. És tulajdonképpen, hogyha mondhatom azt nekem, ez egy nagyon-nagyon jó tulajdonságom, hogy én mindig is úgy álltam föl a színpadra, hogy én ezt szívből, és hogy lássák azt, hogy én igenis élvezem ezt az egészet, és nem görcsösen állok oda, hogy én most igenis nyerni szeretnék. A versenyzési feltételeket maga teremti elő, bár ez sok lemondással jár, de vállalja. Amikor az ember egy ilyen versenyre készül, akkor én úgy gondolom, hogy nem csak a tudatos étkezésre, a tudatos edzésre, hanem a tudatos anyagi háttérre is gondolni kell. Ugyanis aki ismeri ezt a testépítő világot és a versenyzést, sajnos nem egy olcsó hobbi ez, és hát sajnos elég sok lemondással jár, és én mindig úgy gondoltam, hogy mindig is gondoskodni fogok erről, hogyha szeretnék ott lenni egy versenyen, akkor én ezt saját magamnak meg tudjam teremteni. Nyilván, hogyha ezt nem tudtam volna megtenni, akkor valószínű, hogy nem is állok a színpadon. A színpadon nem görcsöl, felszabadultan versenyez, és mindig nyerni szeretne a bikini fitness kategóriában. Szerintem egy sportolónak a legeslegfontosabb ugye a lelki béke, hogyha fogalmazhatok így. Én nagyon-nagyon büszke vagyok a családomra, hogy ők mindenben támogatnak engem, hiszen nélkülük sem ment volna ez az egész, és nekem hatalmas, nagyon nagy pluszt ad, hogy ők mindig valamilyen formában mindig jelen vannak a versenyeimen. Még hogyha nem is tudnak mindannyian eljönni, de valaki mindig képviselteti magát a családból, és nekem ez nagyon sokat jelent. Legutóbb a nemzetközi verseny hazai állomásán, Zalaegerszegen több ország versenyzői között 3. lett Gönci Barbara, akinek következő célja, hogy Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon való részvétel. Erről a nemzetközi versenyről azt kell tudni, hogy ez egy elit tour,
az a neve, és most Magyarországon is volt egy állomása, amin tulajdonképpen a versenyzők pontot szerezhetnek a következő versenyekre. Most például kvalifikálni lehetett a versenyzőknek magukat a Natural Olimpiára. Ez annyiból másabb, hogy itt nyilván ugye több országnak a versenyző is jelen vannak, és tudni kell, hogy ugye nem csak a magyar lányok szépek és jók, hanem azért ki lehet itt emelni más országoknak a versenyzőit is, és azért nyilván erősebb ilyenkor a mezőny, mert nem tudjuk, hogy kik az indulók, és ilyenkor az egy kicsit nehezebb a felkészülés is. A kormány három részletben emeli a bírák és az ügyészek illetményét. Január 1-től a bírák átlagosan 32%-os, az ügyészek 21%-os illetményemelésben részesülnek, majd 2021-ben és 2022-ben 12, illetve 13%-os emelésben. A miniszter jelezte, a Parlament Igazságügyi Bizottságát kérik fel az erről szóló módosító javaslat benyújtására, közölte. Az EU második legrosszabbul fizetett bírái a magyar bírók. Legutóbb 2004-ben volt átfogó illetményrendezés az igazságügyi területen. 2016-tól három ütemben kismértékben nőtt a bírák illetménye, az ügyészeknél pedig 2018-ban volt pótlékrendezés. Varga Judit felidézte, miniszteri kinevezésekor ígéretet tett az igazságügyi dolgozók illetményének rendezésére, most a jól teljesítő gazdaságnak köszönhetően ez megtörténhet. A tárca vezető kiemelte, 2020-tól átlagosan 32, illetve 21%-os illetmény emeléssel egy szintre hozzák a bírák és ügyészek fizetését, majd 2021-ben és 2022-ben együtt emelik tovább. Polt Péter legfőbb ügyész a sajtótájékoztató hangsúlyozta, a kormány döntéssel Európai Unió szintre emelkedik a javadalmazás a bíróságokon és az ügyészségeken, ez pedig megfelel annak a felelősségteljes munkának, amit a bírák és az ügyészek végeznek. Fontosnak nevezte, hogy a két szervezetben azonos szinteken azonos jövedelmek legyenek. Mint mondta, a döntés nem egyszerű illetményemelés, hanem az igazságszolgáltatás korszerűsítéséről, a jogszolgáltatás teljesebbítételéről szól. A legfőbb ügyész úgy vélte, az illetményemelés jó hatással lesz a két szervezet közötti átjárhatóságra is. Répási Árpád, az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese felidézte. Az alaptörvény és a bírák jogállásáról szóló törvény is úgy rendelkezik, hogy a bírói függetlenség egyik legfontosabb pillére a méltó bírói illetmény. Úgy értékelt, az illetményemeléssel minden eddiginél erősebbé teszi a kormány a bírói függetlenséget. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem csak a bírák illetménye fog emelkedni, de korrigálják a jelenlegi illetményrendszer számos problémáját is. Példaként említette, hogy az új rendszer jobban fogja ösztönözni a fiatal jogászokat a bírói hivatásvállalására. A sok éves gyakorlattal rendelkező bírák munkáját és a vezetői felelősséget is jobban elismeri, így várhatóan többen fognak pályázni a felsőfokú bíróságokra. Az elnök helyettes történelmi jelentőségűnek nevezte az illetményemelést, mondván alapvető és elvi jelentősége van annak, hogy a bíró és az ügyész ugyanolyan illetményben részesüljön. Répási Árpád megköszönte a bíróknak, hogy évek óta olyan teljesítmény nyújtanak, ami a magyar igazságszolgáltatást Európa élvonalában tartja. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint a döntés közel 3000 bírát és 2000 ügyészt érint. A bírák illetményemelése 2020-ban 9,5 milliárd forintot tesz ki, az ügyészeké pedig 4,5 milliárdot. Az előbbiből az OBH 3 milliárdot, az utóbbiból az ügyészség 1,5 milliárdot biztosít, a fennmaradó összeg pedig a központi költségvetés terheli. Összefogott az egész falu. A 4 éves Flórát 12 millió forint választja el a gyógyulástól. Karcagról is gyűjtést szerveztek. A 4 éves Bucsai kislány ismeretlen epilepsziás rohamokban szenved. Kezeléséhez 12 millió forintra van szüksége a családnak. Nagyon sokat kutattunk azért, hogy Flórinak tudjunk segíteni ebben az állapotban, és mivel már Magyarországon nagyon-nagyon sok helyen voltunk, és nagyon sok klinikán próbáltunk segítséget kérni Flórinak, ezért egy külföldi klinikát kerestünk. A család
több tagja is kutatott a megoldások után, és egy fórumon keresztül, ahol hasonló sorsú anyukákkal tartom a kapcsolatot, ott találtunk rá erre a klinikára, ahol magasabb technológiával dolgoznak, és sokféle betegséget tudnak szűrni, illetve a tüneteket, amik jelenleg fent állnak Flórinál, valószínűleg, hogy nagy eséllyel tudnak segíteni, akár az epilepsziás tünetein, akár pedig a rehabilitációt, illetően az ő mozgásfejlődését tekintve. Ez a klinika Németországban található, és felvettük a klinikával a kapcsolatot, elküldtük Flórinak a MR felvételeit, az orvosi papírjait, és ez alapján ők visszaírtak, hogy hajlandók Flórit fogadni és segíteni az ő állapotán. Azonban árajánlatot is küldtek emellé a levél mellé, ami magyar forintban közel 8 és 10 millió forint között ingadozik az ő kezelése, mivel ez egy árajánlat, ami ugye folyamatosan változik. Ő felvettük a klinikával a kapcsolatot, hogy nagyon nagy reménységet látunk abban, hogy a kislányomnak az élete élhetőbbé váljon, hogy szeretnénk az ő gyógyításukat igénybe venni, és ezért kezdtük el Flórinak a segítséget keresni. Itthon már nem tudják meggyógyítani a beteg kislányt, viszont Németországban van olyan kezelés, ami segíthetne Flórának. Az egyetlen akadálya pénz, ugyanis a kezelés 12 millió forintba kerül, de a család ezt az összeget nem tudja kifizetni. Nagyon sok helyen jártunk már, ahol Flórinak segítséget próbáltunk találni, és legutolsó helyen most Nyíregyházán találtuk meg a helyünket, ahol egy nagyon kedves főorvosnő sokat segített, hogy Flóri állapota tudjon javulni. Azonban annyira sok gyógyszerkombinációt próbáltak már nála, hogy ő terápia rezisztensnek mutatkozik, és sajnos az ötletek a gyógyszerek fogyatkozóban vannak, amikkel ő rajta tudnának segíteni. A kislány egyébként egészségesen született, viszont 6 hónapos korában nem indultak be a nagy mozgásai, később pedig rosszul lett és az intenzív osztályra került. Flóri egészségesen született, egy panaszmentes terhességen voltunk túl, amikor ő világra jött, és egészen 6 hónapos koráig nem tapasztaltunk nála eltérést. Azonban ekkor észrevettük, hogy a nagy mozgások nem úgy indulnak be nála, mint ahogy az már meg kellene, hogy történjen. Ekkor kerestünk fel egy dévénytornászt, aki javasolta nekünk neurológus felkeresését. Kértünk időpontot a neurológiai szakrendelésre a gyermekem részére, azonban mire oda került az időpont, hogy bejutunk, addigra már Flóri hamarabb rosszul lett egy hétvégén, ismeretlen jellegű tünetekkel számunkra, és azonnal igyekeztünk vele a klinikára segítségért. Ekkor annyira felszaporodtak az ő rosszul létei, hogy nem is tudták a csecsemő osztályon tartani, hanem intenzív osztályra került. Amikor elkezdődött nála ez a rosszul lét, akkor szemfixálással járt nála, a nyelvét kattogtatta, és láttuk, hogy a szája elkezd szürkülni. Ezek a tünetek erősödtek fel nála, és amikor őt kezelés alá vették, akkor egyre szaporodtak ezek a tünetek, és egy nagyon hosszú folyamaton vagyunk túl, és amikor az egyiket sikerül megfogni, akkor egy másik jellegű tünet jelentkezik. Flórával ezek után kórházról kórházra jártak, de Magyarországon már nem tudtak a kislányon segíteni, viszont egy speciális kezeléssel Németországban sikerrel járhatnak. Azonban a 12 milliós kezelésre nincs pénz a családnak, viszont a helyiek összefogtak Flóra érdekében. Most nagyon sok ötletelés indult el, ugye 2 napja kaptunk róla hírt így a Facebookon keresztül, és is helyben, mint ismerős a család
helyzetéről, vagy lehetőségéről az, hogy az év végéig ezzel az összeggel egy új élethelyzet, vagy egy új lehetőség nyílik az ők családi mindennapjaikban. Rengeteg program szervezési ötlete indult el a településen belül. Azok a programok, amelyek év végén már-már, így az év végével már-már rendszeresek a településen, mindegyikéjük kinyilatkozta, hogy a flóra gyógyulásáért kívánják a bevételeket felajánlani, de ezen túlmenően érezhető az, hogy egy emberként mozdult meg a település, és magánszemélyek kiki anyagi lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni, és nagyon szívükön viselik a sorsát a kislánynak, és a szoros határidőre való tekintettel, így napi szinten még a hivatali munka is egy kicsit háttérbe kezd szorulni, mert ezen a területen rengeteg a megkeresés, hála jó Istennek. A pénz karácsonyig, december 25-éig kell összegyűjteni a családnak. Ha ön is szeretne segíteni a családnak, akkor a következő bankszámlaszámon megteheti. 10-40-45-22 kötőjel 77-56 52-57 kötőjel 49-48-10-22. Jászkun ebédre került sor Karcagon. Utolsó híradásunkban a szervezőket kérdeztük, mi a céljuk a hagyományteremtő kezdeményezéssel? A rendezvény egyik szervezőjével, dr. Nagyné Varga Ilonával beszélgettünk arról, hogy miért is szervezték meg Karcagon ezt a rendkívüli sajtótájékoztatót. A mi feladatunk ebben a projektben az, hogy a helyi termék és szolgáltatás fejlesztéshez hozzájáruljunk adatbázis építéssel, kutatási programmal és képzési programmal. Az adatbázisnak sok funkciója lesz. Ebben a projektben egyrészt rögzíti azokat a termelőket, helyi termékelőállítókat, akik a megyében ilyen területen foglalkoznak. Másrésztről lehetőséget biztosít arra, hogy aki érdeklődik ezek iránt, a termékek iránt, kapcsolatba léphessen a termelőkkel. És nem titkol szándékunk az is, hogy a termelők is egymás között kapcsolatba kerüljönek, és egymást erősítve nagyobb teret kapjon a helyi termékek vásárlása és a helyi termékek előállítása és fejlesztése. Úgy gondoltuk, hogy ennek a megismertetésére mindenképpen szükséges, hogy egy olyan rendezvényen járuljunk hozzá, ami felhívja az értékekre, ezeknek a termékeknek az erősségére a figyelmet, és hát adatbázisból kiválasztottunk 5 olyan terméket, olyan termelőt, akik egyrészt reprezentálják a megyét, tehát a Jászságtól a Nagykunságig, valamiféle reprezentativitást biztosítanak abban, akik a termelők, hiszen van szociális szövetkezet, van fiatal házaspár, idősebb házaspár, van, aki önállóan végzi ezt, van, aki mellékállásban végzi ezt, vagy más foglalkoztatási formában, mert hogy ez egy olyan terület, ahol nagyon sokféle foglalkoztatási, alternatív foglalkoztatási forma is megvalósulhat, és hát ebből a nagyon színes adatbázisból most éppen ők, akiket megkerestünk, nyilván sokkal több érték van, és sok mindenkihez eljuthattunk volna. Arra kértük Mautner Zsófit, aki úgy gondoljuk, hogy ennek az ügynek egy nagyon fontos hírvívője lehet és képviselheti, hogy ez az 5 termelő segít abban, hogy az ismertség növekedjen. Nagyon sajnálom, hogy nagyon sokan nem kerültek be, de nagyon bízom abban, hogy ennek az eseménynek a folytatása is elkezdődik, illetve hogy lesz ilyen még, és akkor nyilván más termelők is kerülhetnek, hiszen nagyon sok színű ez a rendszer. Igen, és hát külön érdekessége volt ennek a mai napnak, hogy a termelők termékeit újra gondolva általunk ismert ételek megreformálásával vagy megújításával újra felhasználták ezeket a dolgokat. Igen, ez a megbízás a Mautner Zsófinak a felkérése, ez nyilván hordozta azt, hogy különleges gasztronómiai élményben lesz részünk. Egyrésztről, másrésztről pedig azt gondolom, hogy ez fokozza, motiválja a termelőket is arra, hogy a termékfejlesztésükben minél több innovációt hajtsanak végre. Nagy öröm, hogy, és nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a megyei önkormányzat ezt az ügyet mennyire fontosnak tekinti, hiszen ez a program
ebben a programban, hogy ilyen teret kapott ez a terület. Ez az elköteleződését mutatja a megyei önkormányzat szakembereinek és vezetésének, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy egy olyan melliállás az ügynek, egy olyan elköteleződés az ügy mellett, ami meg hosszú távon biztos, hogy komoly hozadéka lehet. Említett, hogy készül az adatbázis, tehát 100 körül már benne vannak, amennyiből biztos vannak, akik ezután fognak csatlakozni, de esetleg terveznek a számukra valami továbbképzést, vagy őket összehívni és velük együtt gondolkodni? Folyamatosan bővítjük az adatbázist valóban. Egy élő adatbázis szeretnénk, amit látogatnak, ami tényleg azokat a célokat szolgálja, amit kitűztünk magunknak. És kitűzött a megye, hiszen mi egy megyei feladatot vállaltunk ebben a programban. Bíztak meg bennünket ezzel a feladattal. Azt gondolom, hogy az a képzés, amit most ebben a programnak a keretében meghirdettünk, ez további eredményekkel járhat, hiszen azok, akik erre eljönnek, ismereteket szerezhetnek arról, hogy milyen optimális marketingeszközök, milyen márka, védjegy, milyen jó gyakorlatok vannak, hogy hogyan lehet egymással ugyan kicsit rivalizálva is, de mégis összefogva a megye érdekében, vagy az adott térség érdekében szerepet vállalva, szolgálva a turisztikai célokat, de szolgálva a helyi gazdaságot is. Úgyhogy ezt a képzést meghirdettük, ez egy 20 órás képzés, három nap zajlik egyelőre 20 főnek, és hogyha további érdeklődés lesz, akkor bízom benne, hogy meg tudjuk hirdetni. Egy gyakorlatorientált képzés, nem az elmélet áll a fókuszban, hanem minél több praktikus, jól hasznosítható ismeretet, ami részben a gazdálkodással, az adózással, a pénzügyi kérdésekkel, jogszabályi háttérrel, és hát mondom, a marketinggel különösen foglalkozik. Kerekes Éva partnerségi koordinátorral beszélgettünk arról, hogy hogyan is szerveződött meg ez a mai nap. Ki segített ebben, milyen szervezet szervezte meg? A pop-up ebéd a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat szervezésében a megyei foglalkoztatási paktum keretében zajlott. Ez a pályázat, ez 2016. szeptember 1-én kezdődött, gyakorlatilag egy foglalkoztatási gazdasági együttműködésnek a fejlesztéséről szól megyei szinten. Paktum irodák a megye valamennyi járásában működnek, mi, mint megyei paktum, egy ernyőszervezeti feladatot látunk el, tehát összefogjuk az ő szakmai munkájukat, segítjük az ő szakmai munkájukat, illetve van saját tevékenységünk is természetesen, ezek egyike például a gazdaságfejlesztés, készült egy gazdaságfejlesztési koncepció, aminek nagyon fontos lába a helyi termékfejlesztés, hiszen az atipikus foglalkoztatási formáknak egyre nagyobb szerepe lesz, úgy látjuk, nagyon fontos az, hogy ezek a helyi termelők, kézművesek, vagy megélhetést tudjanak teremteni a tevékenységükből, vagy legalább kiegészítő jövedelmet tudjanak teremteni. És hát az is fontos azon kívül, hogy megismerik őket, hogy újra gondoljuk azokat a dolgokat, hiszen itt hallottuk a szakemberektől is, hogy a marketing az mennyire fontos, és ebben azért egy őstermelőnek vagy egy kisvállalkozónak azért segíteni kell, hiszen nem biztos, hogy otthon van ezekben. Igen, ez is egy nagyon fontos lába a projektünknek, hiszen több olyan rendezvényünk is van, ami ehhez a szakmai tevékenységhez kapcsolódik. Például helyi termék és turisztikai workshopokat szerveztünk több járásban is, ahol marketing, védjegy, szellemi tulajdonvédelme témakörben, SEO kereső optimalizálás témakörben szerezhettek naprakész információkat a szakemberek. Hogy jött létre ennek a mai napnak a megszervezése, hiszen hallottuk, hogy a megyei önkormányzat is partner volt ebben, megtalálták Mautner Zsófit, akinek azért van megyei kötődése, de mi minden kellett még ehhez, hogy ez létrejöjjön? Hát azt hiszem, hogy a legfontosabb azok a helyi termelők, akiknek az alapanyagaiból Zsófi ezt a nagyszerű menüsort megalkotta, ők a legfontosabbak, nélkülük nem jöhetett volna létre ez a mai nap. Lesz folytatás? Lesz, nem biztos, hogy ilyen formában. Ahogy már elmondtuk, szeretnénk egy honlapot kialakítani, ahol a helyi termelők, helyi kézművesek megjelenhetnek. Szeretnénk ezeket túraútvonal javaslatokká szervezni, hiszen a turizmusban nagyon fontos az, hogy növeljük a szezonon kívüli kínálatot, hogy ne csak a főszezonba jöjjenek ide a turisták, ne csak a vízhez jöjjenek, hanem itt vannak nagyon fontos értékek,
tartják, hiszen élő jászt és kun hagyományokkal rendelkezünk. Ott van a Tiszató a gyönyörű természeti környezetével, ahol szintén a mai menüsorban is jelentek meg olyan szolgáltatók, akik abból a régióból jöttek, és szeretnénk, hogyha felfedeznék őket a turisták, akár egy őszi időszakban, akár egy téli időszakban nyitott műhelylátogatásokat szervezzenek, kóstoltatásokat szervezzenek, esetleg ki lehessen próbálni egy-egy ételkészítést, egy-egy kézműves tevékenységet, belekóstoljanak és kötődjenek ide a turisták. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!